Hol vannak a gyerekek? Némi keresgélés után megtalálták a nagyra nőtt bohócok az otthon lakóit, az 1 millió forint helyét sem kellett sokáig keresni, bútorokat, használati tárgyakat és még könyveket is kaptak a gyerkőcök. Vicman Mihály szerint érdemes volt elindítani a Közösség szíve, avagy a Köszi programot. Az elmúlt 5 év nem telt el eredmények nélkül, hiszen számos fejlesztés, számos adomány, számos gyermekeket szolgáló adomány és segélyakció valósulhatott meg a Köszi program következtében. Iskolák, óvodák és kórházak is kaptak már támogatást a programon belül, emlékszik vissza az alelnök. A Marcali Százszor Szép Gyermekotthon igazgatónője beszédében elmondta, pont olyan ajándékok érkeztek, amelyek az előző pályázatból kimaradtak. Ezzel most így együtt azt gondolom, hogy tökéletesen fog indulni a lakásotthoni rész, ahova hamarosan egy-két héten belül 4 anyuka 4 babájával fog ide érkezni. És hát reméljük, hogy tudunk nekik olyan segítséget adni, hogy majd együttesen élhessék az életüket. A Köszi program már tavaly is eredményesen támogatta a rászoruló intézményeket. A program során 2x10 millió forintot adományozott a két cég az előző évben, 10-10 magyarországi gyermekotthonnak. A program tovább folytatódik. A jövőben is megpróbálja támogatni az állami gondozottakat a két cég, amelynek egyes termékeiből 30-30 forint kerül a jótékonysági alapba.